A Követ Egyesületet 1995-ben 26 vállalat alapította, Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven. A Követ kezdetben kifejezetten a vállalati környezetvédelemre koncentrált. Ám az ezredfordulóra nyilvánvalóvá vált, hogy a környezet hatékony védelméhez társadalmi és gazdasági intézkedésekre is szükség van. Így egyesületünk bővítette a profilját, és a fenntarthatóság három dimenziójának mind nagyobb figyelmet szentelt. Az arculatunk megváltozása is ezt erősítette, amelyben a Követ indikátor szerepét jelképező végtelen lakmusszalag lett az új logónk. Egyesületünk, amelynek ma már több mint 50 cég a tagja, a jelenleg futó programok mellett a fenntarthatóbb gazdasági modelleket és a vírushelyzet utáni gazdasági lehetőségeket is kutatja. Az elmúlt 25 évben számos hazai és nemzetközi pályázatot írtunk és valósítottunk meg. Több száz projektet vittünk végig eredményesen, és számtalan partnerrel dolgoztunk együtt. Évtizedes múltú programjaink, mint az ablakon bedobott pénz, a nyári egyetem vagy a zöld iroda, a mai napig nagy sikernek örvendenek. Emellett a közelmúltban fejlesztett kezdeményezéseink, mint a karbonlábnyom számítás vagy a zöld rendezvény minősítés is igen népszerűek. A Követ több díjat is alapított, amelyekkel az élen járó vállalatok környezetvédelmi és társadalmi felelősségi törekvéseit jutalmazta. Dr. Georg Winter életműdíjunkat olyan magánszemélyek kapják, akik kiemelkedően és eredményesen munkálkodtak a magyar üzleti szféra és a fenntartható fejlődés összhangjáért. Az évek során az Egyesület is jó néhány elismerés büszke tulajdonosává lett. A Követ mindenekelőtt egyesület. Egyéb sikerei és működése elképzelhetetlen az azt alkotó tagvállalatok, az elnökség és felügyelőbizottság, a munkatársak, valamint a szakmai és média partnerek, szakértők és támogatók nélkül. Úgy döntöttünk, hogy az elmúlt 25 év megünneplésének legjobb módja, ha ráirányítjuk a figyelmet a példaértékű működésekre. Ezért jubileumi megmérettetésre hívtuk a vállalatokat és a szervezeteket. Nézzük a pályázatokat. Az Aegis Magyarország egyik vezető gyógyszergyártója. A hulladékból nyersanyag, avagy egy gyógyszeripari hulladékáram zöld útja, az Aegis gyógyszergyár 2017-ben indított projektje, amelynek keretében a cég környezetbarát, egyben gazdaságos megoldást dolgozott ki a híd ecet savas anyalók kezelésére. Az oldat csatornázással vagy égetéssel történő semlegesítése helyett a vállalat olyan partnerrel szerződött, amely biogáz előállító tornyokkal energiát képes kinyerni az anyalókból. Ennek köszönhetően az Aegis 2020-ban több száz mázsa környezetterhelő anyag felhasználását került el. A külső partner több mint 400 ezer köbméter biogázt és 750 ezer kilowattóra áramot állított elő. Ablakon bedobott pénz összesen 9.527.602 forint. A HIP Kft. A világ legnagyobb ökológiai termelésből származó nyersanyag feldolgozója, egészséges biobébi ételek gyártója. Komplex energiahatékonyság pályázatában a cég bemutatja, hogyan csökkentette gyártási folyamatainak ökológiai lábnyomát. A cél érdekében 2018 óta komoly gépészeti fejlesztéseket hajtott végre, hőszivattyús hűtő-fűtőrendszert épített ki, a szükséges elemeket hőszigeteléssel látta el, korszerűsítette a világítást, a kondenzleválasztó és sűrített levegős rendszerek technikai optimalizálását hajtotta végre. A jól átgondolt intézkedésekkel tetemes mennyiségű energiát és széndioxid kibocsátást sikerült megtakarítani. Összesített propán megtakarítás 824.635 kWh évente, összesített villamosáram megtakarítás 189.290 kWh évente, összesített széndioxid kibocsátás megtakarítás 124,7 tonna széndioxid évente.
A MOL Enyertén belül a DS logisztika feladata az alapanyagok és a szénhidrogén termékek szállítása és tárolása. A gazdaságos környezetvédelem, hulladékból is termékprojekt 2019-ben indult a két vállalat együttműködéseként. A csővezetékek rongálásakor és múltbeli tevékenységekből származó talajvíz szennyezéseket jogszabályszerűen kármentesítik. A lefölözött, felúszó szénhidrogén, jellemzően benzin és gázolaj keveréke, veszélyes hulladékként történő kezelése költséges, erőforrás pazarló és környezetterhelő. A MOL és az Agronever által közösen kidolgozott és megvalósított egyszerű berendezéssel ez mechanikai tisztítás után alapanyagként feldolgozhatóvá válik, csökkentve ezzel a veszélyes hulladék mennyiségét, a kármentesítés költségét és a szállítás és kezelés okozta környezetterhelést. 2200 km hosszú vezetékhálózat, 46 kármentesítési helyszín, évi 40 tonna hulladék újrahasznosítása, évi 10,6 millió forint megtakarítás. A Tiszaújvárosi MOL Petrol Kémia ZRT hazánk egyik legnagyobb vegyipari szereplője. A kármentesítés megtérülően, avagy működésbe integrált kárkezelés című projektjében a vállalat az üzem területén a múltban keletkezett nagy mennyiségű szennyezett talajvíz megtisztítására és hasznosítására keresett környezettudatos megoldást. Amint egy 70 talajvíz kitermelő kútból és több kilométeres vezetékrendszerből álló létesítmény, a szennyezett talajvizet a szennyvíztisztítóba, még a kezelést nem igénylő talajvizet hasznosítás céljából saját ipari vízellátó rendszerükbe vezetik, csökkentve ezáltal a vízkivételt a Tiszából, ami gazdaságilag és üzemeltetésileg is kedvező, és a vállalat környezeti fenntarthatósági célkitűzéseivel is összhangban van. 70 kút, évi 1 millió köbméter talajvíz felhasználása. Ablakon bedobott pénz 5 millió 500 ezer forint évente. Újbuda önkormányzata a főváros legnépesebb kerületének ügyeit intéző hivatal. Pályázatuk címe Energiatakarékos önkormányzat, amelyben bemutatják a működésükkel kapcsolatos zöld intézkedéseket. Az évek óta futó projektben szűrt csapvízre cserélték le a ballonos és PET palackos vizet. Elektronikus átállással csökkentették a papírfelhasználást. Ösztönzőkkel jelentősen emelték a kerékpárral munkába járók számát. Elektromos gépkocsikkal csökkentették az üzemanyag felhasználást, napelemek kiépítésével pedig a fosszilis forrásból származó villamos energiafogyasztást. Évente 40 ezer darab fél literes PET palack. Évente 150 ezer darab A4-es fénymásoló papír megtakarítása. A kerékpárral munkába járók száma néhány év alatt havi 5-8 főről, havi 15-25 főre növekedett. Elektromos autókkal évente 1000-1200 liter benzin takarítanak meg. A napelemek a hivatal villamos energiafogyasztásának 10%-át biztosítják. A Ferlink Kft. Professzionális PR ügynökség magyarországi és külföldi partnerekkel. Közös ötletek, közös siker, zöld munkakörnyezet. A Ferlink Kft. Pályázatában célul tűzte ki, hogy ügynökségi munkájához természet és emberbarát környezetet hozzon létre. Ennek részeként egészséges munkakörnyezetet teremtettek. Kibővítették a szelektíven gyűjthető hulladékok körét. Környezetbarát tisztítószereket vezettek be. Klímaszabályozással és takarékos izzókkal energiát, perlátorokkal pedig ivóvizet takarítottak meg. A cég nagy hangsúlyt fektett továbbá munkatársai szemléletformálására is. Avonta kiosztott zöld irodadíjjal ösztönzi a környezettudatos magatartást. A munkatársak 12%-a kerékpárral jár munkába, és 75%-os ivóvíz megtakarítást értek el a perlátorok felszerelésével. A
az S+C Stúdió Kft. Építőanyagkereskedelemmel és építőipari kivitelezéssel foglalkozó szekszárdi vállalkozás. A mi irodánk még a szomszéd kertjénél is zöldebb címet viselő pályázatukban bemutatják, milyen intézkedésekkel csökkentették a környezetterhelésüket. Szelektíven gyűjtik a keletkező hulladékot, napelemrendszereket telepítettek, a papírfelhasználást csökkentették elektronikus adminisztrációval, és talajszondás hőszivattyú rendszert is kiépítettek. A projekt végén készítettek egy követő felmérést is arról, hogy dolgozóik miképp építették be mindennapi életükbe a cégnél tapasztalt zöld szemléletet és példákat. Nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók jó hangulatára és egészségének megóvására, például a dohányzásról való leszokás segítésében, csapatépítő kirándulásokkal, vitaminosztással, nyári gyerektáborokkal. Szelektív hulladékgyűjtés évente papír 2,3 tonna, műanyag 1,6 tonna, fém 10 tonna, EPS 200 köbméter, 50 kWh napelem kapacitás, így a villamos energia szükséglet 100%-a megújulóból származik. Talajszondás hőszivattyú rendszerrel 600 négyzetméter üzlet és irodatér ingyenes hűtése fűtése mellett további évi 90 ezer forint gázköltség megtakarítás. 1 tonna per év papír megtakarítás, kérdőívvel megszólított dolgozók 31 fő. Az OTP Bank a régió meghatározó piaci szereplőjeként 12 országban mintegy 1500 fiókot működtet. A túlfogyasztás helyett gondolja jövődre című pályázatában a bank a lakosság számára indított figyelemfelhívó kampányát mutatja be, amelynek célja, hogy az embereket pénzügyi döntéseikben racionális döntéshozatalra késztesse, továbbá ösztönözze a felesleges vásárlások, valamint a túlköltekezés visszafogását. Az üzenetet közösségi média felületeken, influencerek bevonásával népszerűsítették. A kampány időszaka alatt sikerült komoly számmal elérni a megcélzott korosztály tagjait. A fogyasztói attitűdök megváltozását a cég által készített öngondoskodási indexben lehet nyomon követni. Videókkal elértek a YouTube-on közel 800 ezer felhasználót, Facebookon több mint 500 ezeret. Statikus online hirdetéseken, Instagram, Facebook és online bannereken keresztül 1,4 millió embert értek el. A PR kampánnyal további 35 ezer ember találkozott a tartalmakkal. A vállalat Győr-Moson-Sopron és Vas megye 261 településének közszolgáltatói hulladékkezelését látja el. Pályázatuk, amelynek címe STKH ügyfélszolgálati chatbot rendszer, a cég kommunikációs kihívásaira adott fenntartható megoldást mutatja be. Az ügyfelek precíz kiszolgálására és az ügyfélszolgálat terhelésének csökkentésére egy 24 órában elérhető chatbot rendszert vezettek be. Így az ügyfelek és a megbízó önkormányzatok elégedettsége növekedett, az emberi erőforrást igénylő ügyek száma csökkent, a munkatársak pedig a szaktudást kívánó feladatokra koncentrálhatnak. A személyes érintkezés számának mérséklésével biztonságosabb munkakörülmények jöttek létre. Személyes megkeresések száma körülbelül 8500 ügy per év. Nem személyes megkeresések száma, telefon, levél, e-mail, körülbelül 43000 ügy per év. A chatbot rendszer bevezetése utáni első év végén legalább 10 000 automatikusan elintézett ügyet terveznek kezelni és lezárni. Ez körülbelül 20%-os munkaerő megtakarítást jelent. A cég élelmiszerbiztonsággal, környezet és egészségvédelemmel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokkal, elemzéssel és tanácsadással foglalkozik. Mit tehet egy vizsgáló laboratórium a tudományos tájékoztatásért és az oktatásért című pályázatukban? Bemutatják a középiskolások és egyetemisták számára 2014-ben indított programjukat.
A labor kaland keretében tartott előadásokkal és kísérletekkel igyekeztek formálni a diákok gondolkodását az őket körülvevő természettel, környezettel kapcsolatban, és vonzóvá tenni a természettudományos tantárgyakat, például a kémiát. A laborkalandon országos szinten több mint 10 000 diák vett részt. Maga a program pedig 2016-ban elnyerte a CSR Hungary díjat. 2015 és 2016 között online kémiai versenyként is működött a laborkaland, ahol a diákok több mint fele, 53,8%, legalább 75%-osan, az összes jelentkező 25%-a pedig kitűnően végezte el a teszteket. A bemutatott pályázatok hatása hozzáadódik azon eredményekhez, amelyeket az előző évek pályázóival együtt értünk el. Közös erővel sikerült megtakarítanunk 41,78 milliárd forintot, 1612 liter tisztítószer, 662,2 millió liter üzemanyagot, és a lista folyamatosan bővül. Köszönjük, hogy csatlakozott a programhoz és részt vesz az ünneplésben. Köszönjük, hogy megosztotta megoldásait a zöld iroda, zöld munkahely, illetve a környezeti megtakarítások és a társadalmi felelősségvállalás terén.